Kicsit korábban érkezett a szokásos polgármesteri vizitre Győr regnáló polgármestere, dr. Dézsi Csaba András az útfelújítások fontosságát emelte ki a műsorban. Az elmúlt 4,5 év alatt 48 kilométer utat újítottunk fel, ezek között arra törekedtünk, hogy azokat az utakat vegyük előre, amik nagyon forgalmasak, például az Ipar utca, a Szigeti Attila útnak egy jelentős szakasza. Ott volt például a reptéri út, amire azt mondták az arra járók, hogy ne, soha nem lesz felújítva, mert egy eléggé kieső, de nagyon forgalmas a munkában járó embereknek az útja. És utána most arra is sor került, hogy elkezdjünk olyan lakóutcákat felújítani, amik nagyon rossz állapotban voltak, például az Ekker János utca, mivel tudjuk, hogy persze a párhuzamos utcák is majd sorra kell, hogy kerüljenek, hiszen azok is borzasztó állapotban vannak, vagy épp a Galamb utca, aminek egy jelentős szakasza már elkészült, de a Babits Mihály utca és a Kávári utca közötti szakasz nem. És ugye nagyon fontos az, hogy ezek azért tervezett beruházások, mert ugye volt, aki azt írta, hogy azért történik most a Galamb utca, mert már ugye én csak képviselő leszek, nem polgármester, és az én körzetem. Hát itt azért egyeztetni kell a vízművekkel, mert csatornacsere lesz, és vízvezetékcsere is lesz a gázművekkel, tehát itt azért ez egy előre programozott történet. A regnáló polgármester a hétvégi Győr ralliról is beszélt, ezzel kapcsolatban kiemelte, folyamatosan fejlődik a verseny. Győr városában a rally sportnak hagyományi vannak, gyerekkoromban itt óriási élet volt, versenyzőik kiemelkedően szerepeltek. Most is van győri versenyző, úgyhogy tudunk győri versenyzőnek szurkolni. Tavaly megcsináltuk, ide hoztuk az első Győr rallit, és nagyon sokan mellé álltak, a Széchenyi István Egyetem is aktívan részt vesz benne, és részt vett benne. És nagyon fontos, hogy nem egy volt tavaly, hanem egy sorozat lesz, tehát idén a második. Jövőre már ez egy nemzetközi futammá fog kerekedni, hogyha megrendezi Győr városa. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos dolog, de az egész sportéletben próbáltuk azt, hogy ne csak a kiemelt sportágak, a polgármester kedvencei legyenek azok, amik támogatást kapnak, hanem minden sportot. Ezért hoztuk létre a Rábetót, ami nem a gyac ellen irányult, ahogy egyesek elképzelik, vagy próbálják beállítani, hanem azokat a sportágakat, amik korábban nem kaptak támogatást, azokat egy ernyő alá akartuk hozni, illetve az Eto családot szeretném még összehozni. A városvezető azt is mondta, a napokban búcsúzni jár a győri társulatok évadnyitóira. Az évadnyitókat arra használom fel a színháznál is, a különböző intézményeinknél, hogy elbúcsúzzak, hiszen polgármesterként egy hamar nem fogok ott szerepelni. Viszont nagyon fontos az, hogy tényleg meg tudtuk tartani Győr városának azt az erős kulturális hátterét, intézményi hátterét, ami a Covid alatt nagyon sok városban lerombolódott, és egzisztenciát tudtunk adni azoknak a művészetnek, akik rengeteget adnak azoknak az embereknek, akik itt élnek a városban. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy Győr városai jelen pillanatban egy jól működő, olyan egy emberi szervezet, hogy minden része funkcionál, jól működik, és azok a területek, ahol sérülések vannak, azok reparálásra kerülnek, mint például az utak jelen esetben, vagy a csatornák, és ez pontosan úgy kell elképzelni ezt a közösséget, mint egy élő szervezet, ahol a különböző szerveknek együtt kell működni egymással. Úgyhogy szerintem ez egy kiváló dolog, és ebbe a kultúra jelentősen szerepel, hiszen az élet minőséget javítja. A még közel 4 hétig regnáló polgármester hozzátette, október 1-jéig Győrért és a győriekért fog dolgozni. Megmondom őszintén, vágom már a centit, tehát azért ez egy felelősség, óriási felelősség Győr városát vezetni, és ugyanakkor megbecsülettel kidolgozom az időmet, mert nem szeretném azt mondani, hogy na most akkor azért, mert nem lesz polgármester, ezért már nem foglalkozik a várossal, és miután itt egy programszerű munka folyik, amit megterveztünk, hogy honnan, hová akarunk eljutni, ezért azok a fejlesztések, amik már tervben voltak és most kerülnek sorra, akkor ezek szépen az útépítésekkel kapcsolatban, a különböző akár parkokkal kapcsolatban, az, hogy tehát volt egy ilyen program például, hogy a buszmegállókat tegyük komfortossá. Tehát mikor ott áll az ember és ázik az esőben, nem tud leülni, ez egy borrasztó dolog, ezért minden buszmegállóba padot tettünk, fedett buszmegállókat kezdtünk el építeni, például a parkokba ivókutakat telepítünk, WC-ket telepítünk, tehát egy olyan, ez élhetőbbé tesszük a várost, és nagyon sok minden számít. Ott van például a napvitorla program. Több mint 100 napvitorlát helyeztünk ki. Ezt is most folyamatosan tesszük tovább a dolgunkat. És nyilvánvalóan ez október 1-től meg fog változni, hiszen áttolódik a súlypont. Engem azzal bíznak meg, hogy október 1-től Nádorvárosnak a fejlesztéseit preferáljam, de képviselőként természetesen segíteni fogom a polgármester munkát, hogyha erre igény tart.
volt, és a frakció is segíteni fogja, hiszen nem azért építettük eddig Győrt, hogy most leromboljuk, tehát mindenki, aki háborút vizionál, az biztos, hogy a részünkről ez nem fog megtörténni. A tervek szerint a városvezető a következő hetekben több alkalommal is vizitel majd a Győr Plusz Rádióban.